Így egy tankcsapda számmal indult el a Klassz FM adása 7 éve, 2009. november 19-én éjfélkor az egykori Danubius rádió frekvenciáján. Én nem azt gondolom, hogy az ő helyüket veszük át, hanem indítunk egy újat. A Klassz FM az ország piacvezető kereskedelmi rádiója, több mint 2,5 millióan hallgatják naponta. Az csak évekkel az indulás után derült ki. A rádiót üzemeltető cég tulajdonosa, a Fideszhez akkor még közel álló milliárdos vállalkozó Simicska Lajos és üzlettársa Nyerges Zsolt volt. Most úgy tűnik, ahogy egykor a Danubius, a Klassz FM is elhallgathat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsa ugyanis úgy döntött, nem hosszabbítja meg a rádió novemberben lejáró frekvencia engedélyét. Ezt kérdésünkre részletesen nem indokolták, csak annyit írtak, hogy erre a döntésre saját hatáskörben joguk van. A Híradónak nyilatkozó média kutató szerint a döntés nem független attól, hogy időközben megromlott Simicska Lajos és Orbán Viktor miniszterelnök viszonya. Urbán Ágnes szerint a vállalkozó éppen emiatt adta el 2 hónapja a rádiót üzemeltető céget, de szerinte a média tanács újra kormányközeli vállalkozónak akarja adni a frekvenciát. A Klassz FM egy külföldi, konkrétan amerikai befektetőhöz került, ami azt jelenti, hogy a kormányzat nem tudja a saját propagandisztikus üzeneteit olyan módon eljuttatni, mint a saját tulajdonban lévő médiái. Ez egyben azt is jelenti, hogy szerintem a média tanácsnak kifejezetten érdeke az, hogy egy kormányközeli tulajdonoshoz kerüljön a Klassz FM. Az új tulajdonos szerint a meghosszabbításnak sem szakmai, sem jogi akadálya nem volt. A DK azt mondja, politikai döntés született. A kormány arra törekszik, hogy elhallgattasson minden a kormány hangvételén kívüli médiumokat, és ennek a tanújelét látjuk itt is. A Fidesz alelnöke a médiatanács döntését nem akarta kommentálni, a DK álláspontját megalapozatlannak tartja. Demokratikus koalíció még nem létezett, de ugyanezek a politikusok már léteztek, és amikor a Klassz FM elnyerte a frekvenciát, akkor is ugyanezt mondták. Tehát el kell dönteni, hogy ez a helyzet mikor áll fenn, amikor a Klassz FM elnyeri, vagy amikor automatikusan nem hosszabbítják meg a frekvenciáját. A médiahatóság szerint egyébként a tulajdonosváltásnak, illetve Simicska Lajos és Orbán Viktor megromlott viszonyának nincs köze a döntéshez. A Klassz FM november 19-én hallgathat el, bár üzemeltetője még bírósághoz fordulhat, és akár újra pályázhat a frekvenciára.